Kedves nézőink, a Szerencséhíradót látják. Köszöntöm Önöket! Zöldi Anikó, Noémi vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globa Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Fejlesztések, korszerűsítések a rendelőintézetben. Az első nagy megmérettetés. Közösen szavalták a himnuszt. Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere az elmúlt év december végén a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt, miszerint két nyertes pályázatról kapott hírt. Az egyik projekt az egészségügyi infrastruktúrát szolgálja az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet rendelőintézetében és annak közvetlen környezetében. Dr. Bobko Géza, az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa ismertette a nyertes pályázat részleteit, amelynek köszönhetőek többek között megújulnak a parkolók, növelik a zöld felületet, ahová padokat szeretnének elhelyezni, a kazán és a bútorzat cseréje és a napelemek telepítése is a tervek között szerepel. Az önkormányzat nyerte a pályázatot, csak mi vagyunk a szerencsés helyszín, úgyhogy valóban egészségintézményre lehetett pályázni. Ugyan 200 millió forint körüli összegben vagyunk, és Top Plus pályázata fedő neve, és itt annak kívülről is felújítás, tehát környezet megújítása lesz, aszfaltozás, bitumenezés itt az intézet körül, elég sok parkoló van most már, meg kis utcák ugye itt a Eszei területén, tehát ez is egy elég jelentős felújítás lesz, de ezen kívül, ami még lényeges, hogy korszerűsítés lesz az energetikai, tehát a kazánokat cseréljük ki, tehát a fűtésrendszer korszerűsítés. Három kazán adja itt a meleget ebben a nagy épületben, az is le lesz cserélve, valamint a tüdőgondozóban lesz egy komolyabb számítógép, informatikai és gépműszer csere, ami eleve egy ilyen 15 milliós nagyságrend, tehát nem tudtuk volna saját erőből ezt megvalósítani, de már ez leamortizálódott több mint 10 éves, úgyhogy ezek a főbb tételek, de ezen kívül nagyon sok szakrendelőbe jutnak bútorok, asztal, kanapék, stb. Tehát meg fog látszódni, inkább ilyen szociális tényezők is javulni fognak, most nem elsősorban műszerről van szó. Most van előkészítés alatt a támogatási szerződés, úgyhogy az 2-3 héten belül aláírásra kerül, és 24 hónap a végrehajtás. Tehát látszódra elég soknak tűnik. Ez a CT pályázatból láttam, ott is 18 hónap volt, és kiderült, hogy tényleg erre annyi, mert elég lassú és bürokratikus, ezt kell mondja az öröm mellett. De tehát 24 hónap van, úgy tudom rá, úgyhogy szerintem évvégén már látszódni fog, azért bízom benne, hogy ideérnek azok az eszközök és felújítások, amiket ez tartalmaz. Úgyhogy valóban a környezetnek is egy megújítása, tehát azért mondom, hogy elég látványos lesz ez a dolog, hogy az intézetünk meg fog újulni, sőt most már elmondhatnám, hogy jövő héten pedig egy járóbeteg irányítási rendszer felújítás is lesz, jövő héten megvalósul már egy másik pályázat, de itt pedig a betegeknek a behívása és a mozgatása fog megvalósulni, ami most már nyugat-európai szintű lesz az épületen belül. Van összesen 100 helyünk egyébként, de annak kb. 60%-ára nem engedte a pályázat, csak 22 millió forintig azt a részt beruházás, tehát körülbelül a 40-50%-a fog új burkolatot kapni. A projekt megvalósításának időtartalma 24 hónap. Egy másik fejlesztésnek köszönhetően még januárban kiépítik az egészségügyi intézményben a betegek tájékozódását segítő irányítási rendszert, amely segítségével egyszerűbben és gyorsabban juthatnak el az érkezők a különböző szakrendelőkbe. Az ország kijelölt középfokú oktatási intézményeiben január 21-én tartották az általános iskolás diákoknak a központi írásbeli vizsgát. A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumot 149-en választották a tudáspróba helyszínéül. Egyre több középfokú oktatási intézmény választja a továbbtanulás feltételeként a központi írásbeli felvételi vizsga sikeres teljesítését, amit évente január 2. felébe tartanak. Az általános iskolák diákjai adnak számot magyar nyelvből és matematikából megszerzett tudásukból. 245 perccel rendelkezésükre a különböző nehézségű kérdésekből álló feladatsorok megoldására.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumba 149 diák választotta a Szerencsi Intézményt a központi írásbeli megírásának helyszíneként. A tanulókat fél órával a vizsgálőt köszöntötték az iskolába, ahol ismertették velük azt is, hogy melyik tanterembe kerültek beosztásra, ahol rövidesen munkához láthattak. Valóban, ahogy mondta, az első igazán nagy próbatétel a diákok életében. Ez a központi írásbeli felvételi vizsga ugye matematikából, illetve magyarból, vagy hát van, aki csak az egyik tantárgyból kell, hogy ezt a megmérettetést állja, hiszen a 8 éves tanulmányaik után most állnak ott a küszöbön is középiskolai tanulmányaikat folytatva kell, hogy produkáljanak, illetve számot adjanak az eddig szerzett tudásról. Az, hogy hogyan állnak, vagy hogyan alakul, vagy mi a véleményem, ezt talán majd akkor fogom tudni megfogalmazni, hogyha magam is betekintést nyerhetek a feladatlapokba. Ugye most 10 órától kezdték el magyar nyelv és irodalomból kitölteni az írásbeli felvételi feladatlapot, majd egy órával később kezdik matematikából, hogy számot adjanak a tudásukról. Azokat a feladatlapokat majd az írásbeli kezdete előtt egy negyed órával fogjuk kivenni az oktatási hivatal által küldött csomagból. Tehát ha majd betekintést nyerek, akkor tudnék részletesebben nyilatkozni, főleg mint matematika szakos is. De úgy gondolom, hogy minden általános iskola a magáét megtette. Tehát 8 éven keresztül készítette föl a gyerekeket erre a megmérettetésre. Itt ugye a véghajrához közeledve már 7. osztályban, illetve 8. osztályban még intenzívebben. Tudom, hogy a környéken az általános iskolákban zajlott a felvételi előkészítő foglalkozásoknak a tartása, illetve mi is itt a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumban szerveztünk a diákok számára a felvételi előkészítőt, amelyen nem csak matematikából és magyarból kaptak a diákok segítséget, hanem már fókuszálva a szóbeli felvételire, nyelvből, angol nyelvből, német nyelvből is kaptak lehetőséget a diákok arra, hogy felkészüljenek. Én úgy gondolom, hogy nincsenek egyszerű helyzetben a diákok, hiszen az ő életüket, felső tagozatos életüket igen intenzíven érintette a COVID-járvány, amikor is ugye mindenki az otthonába kényszerült, és a 4 fal között ülve, elektronikus vagy digitális eszközöket használva kellett a tananyagot elsajátítani, ami azért nem csak a pedagógust állította nagy kihívások elé, hanem a diákokat is. Azért ebben a korosztályban nagyon fontos még az, hogy ott álljunk a gyerek fölött, és akkor tudjuk azt nyomon követni, lássuk, hogy éppen mi az, amit a füzetébe mutat, illetve hol szorul segítségre. A személyes jelenléttel ez teljesen más lehetőségeket ad. Nekik ezt jócskán nélkülözni kellett, de én bízom benne, hogy ami tőlük tellett, megtett, mint ahogy a pedagógusok is. A jelentkezés időszaka, vagy a konkrét jelentkezési lapok kitöltése, az még ezután következik. Nyilván a diákok számára azért mérvadó az, hogy hogyan teljesítettek a központi felvételén. Most néhány napon belül megtörténik a dolgozatoknak a kijavítása. Január 27-én pénteken 8 órától 16 óráig személyesen is bejöhetnek, betekintést nyerhetnek a saját kijavított dolgozataikba, arról másolatot vagy fotót is készíthetnek, és ugye ezután fogják megjelölni azokat az intézményeket, ahol szeretnék a tanulmányaikat folytatni. Általában az a tapasztalat, hogy körülbelül az itt központi író diákoknak a 80%-a itt is folytatja az intézményen belül a tanulmányait. Egy általános műveltséget feltérképező szóbeli elbeszélgetés van minden területen, illetve nyelvi tagozatra, természetesen nyelvből szervezünk szóbeli felvételit, amihez a diákok el tudják érni a témaköröket, és adott tematikán belül tudnak a felvételiztető pedagógusokkal beszélgetni, illetve hát van a rendészeti tagozatunk, ahol ugye külön megmérettetés, mert hogy van egy fizikális felmérés, egy felvételi, amin a diákoknak teljesíteniük kell.
Összesen háromféle feladatsort kaptak a vizsgát megszervező iskolák. Egyet a nyolcadikosoknak, egyet a hatodikosoknak, egyet a negyedikeseknek. A teszt azonban országosan egységes. Korosztályonként minden diák ugyanazokat a feladatokat oldja meg, függetlenül attól, hogy később gimnáziumba, szakgimnáziumba vagy technikumba jelentkezik. A tesztet csak egyszer egy iskolába kell megírni, annak eredményét országszerte elfogadják. A diákok összpontszámának legalább felét a központi írásbeli felvételi vizsga eredményének kell adnia. Nyilván csak azokban a középiskolákban, amelyekben kötelezővé tették a jelentkezők számára a vizsga megírását. Akik a január 21-i vizsgán nem tudtak részt venni, január 31-én pótolhatják a felvételit. Ehhez azonban alapos indok, a vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem szükséges. Arról a vizsgát szervező intézmény igazgatója dönt, vizsgamentességre azonban nincs lehetőség. Születésnapja alkalmából köszöntötték Szerencsen Csuhay István Jánosnét a Tiszáninnál református egyházkerület Tirek Szerencsi idősek otthonába. Szerencsváros önkormányzata mindig felköszönti szépkorú lakóit. Dr. Bobkó Géza alpolgármester adta át Erzsike néninek a neki készült ajándékokat, többek között a város ajándékait, valamint Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot, ami a szépkorú polgárok iránti tiszteletet hivatott kifejezni. Csuhay István Jánosné 1928. január 19-én született Alsónovajon. Az Egri Főiskolán végzett magyar történelem szakos tanárként a hivatása határozta meg az életét. Pedagógusként az volt a célja, hogy a diákok számíthassanak rá, és a problémáikkal is fordulhattak hozzá. Házasságából két gyermeke született, két unokája és két dédunokája van. Férjével 60 évig éltek boldog házasságban. Szerencsre két évvel ezelőtt költözött Erzsike néni, aki egy igazi társasági ember, és hamar beilleszkedett a lakók közé. Szeret logikai és memória játékokkal játszani és rejtvényt fejteni, aktív résztvevője a foglalkozásoknak és az intézményben zajló programoknak egyaránt, ha teheti, idejét a szabadban tölti. Megemlékezést tartottak Szerencsen a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumban január 20-án. A lelki percek alkalmával megemlékeztek az ökumenikus imahétről, mely a keresztény egyházak világszerte közös imahete. Balázs Pál református lelkipásztor a lelki percek alkalmával felhívta a diákok figyelmét a harmadik napi igehirdetésre, ami nem más, mint a cselekedj igazságosan, törekedj a szeretetre, légy alázatos. Kérte a diákokat, hogy legyenek irgalmasak, segítőkészek. Ezt követően Gasperné Tilman Edina igazgató kiemelte, hogy imádsággal fejezték be a lelki perceket, de van még egy imádságunk, amely részben az országhatárokon belül a miénk, de minden magyaré, aki az országhatáron kívül éli a mindennapjét. Ez az imádság pedig a himnusz, aminek kapcsán január 22-ét 1989 óta a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük, hiszen Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én csekint tisztázta le a magyar nemzet imádságát, a himnuszt, hangsúlyozta az igazgató. Ezt követően a diákok műsora következett, melyben közösen elénekelték a himnuszt. Mezősi Ákos adta elő Cseh Tamástól a Csönded vagyok című számot. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Elszóló csönd vagyok, csönded vagyok.
A tanulók a műsoruk alkalmával kiemelték, hogy Kölcsey Ferenc pontosan 200 éve, 1823. január 22-én fejezte be a himnusz megírását, amely olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit, küzdelmeit és vereségeit. A bevezető és a záró verszakokban Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen a magyar e földön, hangsúlyozták a diákok. Megemlékeztek szerencsén a Magyar Kultúra Napjáról január 23-án a Rákóczi Váródvarán. A megemlékezésen beszédet mondott Mezei Marianna, aki kiemelte, hogy 200 éve annak, hogy Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén letisztázta és dátummal látta el a himnuszt. 200 éve annak is, hogy január 1-én megszületett Petőfi Sándor, a szabadság és a szerelem lánglelkű költője, és szintén 1823-ban, e hónap 20. napján látta meg a napvilágot Madách Imre, kinek drámai költeményének, az ember tragédiájának az utolsó mondata, az Úr üzenete. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzel. A bicentenárium évében a Magyar Kultúra Napján róluk sem feledkezünk meg, hangsúlyozta Mezei Marianna, ünnepi gondolatait folytatva kiemelte, hogy szerte az országban és a határon túl lakta magyar településeken ezekben a napokban százak, ezrek ajkán szól a nemzeti imádság. A 200 éves évforduló alkalmából most nem, vagy nem csak énekelve az első verszak, hanem szavalva mind a 8 verszaka. Mezei Marianna hangsúlyozta, hogy Kölcsey költeményét a nép tette nemzeti himnusszá. Nincs róla törvény, írásos dokumentum, hogy vált hivatalos himnusszá. A Magyar Köztársaság alkotmányában csak 1989-ben került hivatalosan azzal együtt, hogy január 22-e a Magyar Kultúra Napja legyen. Erkel Ferenc 1844-ben írt zenét Kölcsey szövegére. Az első szabadtéri előadás ugyanez év nyarán történt. Széchenyi nevet viselő gőzhajó avatásán. Itt még egy gyorsabb tempójú zene hangzott el, a dallamait a trianoni békediktátum után változtatták meg. A lassabb tempó tragikusabbá tette a himnuszt, ezzel is kifejezve azt, hogy a mérhetetlen fájdalmat, amit a megcsonkított ország, a szétszakított nemzet jelentett 1920 után. A himnusz nem egyszerű ima, hanem Jeremiád, azaz bűnbánó vagy közbenjáró imádság, emelte ki Mezei Marianna. Ezt követően a jelenlévők együtt szavalták el Kölcsey Ferenc versét, a himnuszt. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart a küzd ellenséggel. Balsos, akit régen tét, hozzá mindig esztendőt, megnőtte már emé a múltat s jövendőt. Őseinket felhozzák, Kárpát-Szentbércére, általad nyert szép hazát, benned húznak élet. A gazdálkodás és menedzsment ágazat diákjai szakmai vizsga keretén belül adtak számot tudásukról január 23-án Szerencsén a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikumba. 16 tanuló készült erre a megmérettetésre. A vizsgabizottság elnökét a Borsodabahói Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegálta, további két tagját az intézmény vezetője jelölte ki. A vizsga írásbeliből és gyakorlati részből állt. A számonkérés előtt Gasperni Tilman Edina igazgató beszédében kiemelte, hogy a diákok, a pedagógusok irányításával alaposan felkészültek a számonkérésre. 90 perc állt a tanulók rendelkezésére, hogy teljesítsék a gyakorlati követelményeket, majd a Redmenta felületén 60 percig dolgozhattak. A tudáspróbát követően Szalánci Tamás Ilona, a vizsgabizottság elnöke kiemelte, hogy sikeresen teljesítették a követelményeket a résztvevők, hiszen kettő tanuló kivételével mindenki jeresre teljesített, hangsúlyozta az elnök. Ezt követően 16-an vették át az igazolást arról, hogy sikeres ágazati alapvizsgát tettek. Gasperni Tilman Edina és Szalánci Tamás Ilona gratulált a követelményeket magas szinten teljesítőknek. A diákok életébe folytatódik az ágazati képzés újabb szakasza. Innentől kezdve azok a szakmai tárgyak kerülnek előtérbe, amelyek szükségesek a vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma elsajátításához.
Megjelent a Szerencsi Hírek közéleti havilap januári száma. A címlapon a hűlékballon látható. A harmadik oldalon Nyíri Tibor, a város polgármesterének az újévi köszöntője olvasható. A polgármester visszatekint az elmúlt év kihívásokkal teli hónapjaira, értékelte az elvégzett munkákat, és ismerteti a terveit a 2023-as esztendővel kapcsolatban. Céljai között szerepel a város további fejlesztése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának a biztosítása. A negyedik oldalon az ünnepi fényekről szóló anyag található. A világörökségi kapuzatnál található téren ünnepi fényeket csodálhattak meg a látogatók, amire egy hónapig volt lehetőségük, különlegességnek számított a hőlégballon is. A 6.-7. oldalon a szerencsi iskolák sikereiről írt cikkek találhatóak. A 8. oldalon Salamin Ferenctől olvashatnak egy írást, ami a régebbi épületekről szól. Az építész kifejti, hogy a gazdálkodáshoz használt épületek a helyi építészeti kultúra részei. Mutatják a helyszín adottságait, az ott élők tevékenységét és az építőmesterek tudását is. A 9. oldalon Maszler Lászlóval készült interjú található, amely az elmúlt 5 évtized legérdekesebb mérföldköveiről mesél, ami a csokoládé gyártáshoz kapcsolódik. A 13. oldalon az éves hulladékszállításról készült táblázat található. A 18. oldalon keresztrejtvényt és horoszkópot is találhatunk a városi havilapban. Kellemes olvasást és kikapcsolódást kívánunk! Tisztelt nézőink, műsorunkat megtekinthetik az interneten is, a Globa Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalakon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globatv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss iradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!